Tears. Hány szlovák, lengyel, vagy akár észt zenekart ismersz, ami nagyon menő? Na hát valószínűleg Szlovákiában, Lengyelországban és Észtországban ugyanennyi menő magyar zenekart ismernek, ezért hoztuk létre a Budapest Showcase Hubot, azaz Bust. Ez a második alkalom, hogy megrendezzük, és hát most már közel 400 szakmai delegált van, a koncertekre pedig még ennél sokkal többen látogatnak el. Nagyon sok nemzetközi szakembert hoztunk el, Nyugat-Európából is vannak már, van nagy érdeklődés, de a fókusz az jelen pillanatban Közép-Kelet-Európa 14 országa, a Baltikumtól a Balkánig. Alapvető célunk a Bussal kapcsolatban, hogy összehozzuk a közép-kelet-európai zenei szakembereket és zenekarokat. Ezért a programokat is így alakítjuk ki. Idei egyik nagy újításunk a Gran Turismo elnevezésű program, ahol összeszedtük a régió legkomolyabb zenei bukereit, akik a zenekarokat kötik le különböző országokban, és hozzájuk lehetett egy 8 perces speed meeting-szerű találkozóra jelentkezni. Nagyon nehéz kiemelni egy-egy zenekart abból a 34 zenekarból, aki föllép az idei fesztiválon, de talán a Lord tudnám ajánlani, az orosz Vetredet, hogy éppen nemrég hallottam a szlovák Tolstoy zenekart. Nagyon érdekes és nagyon nyugodt és szép produkcióról van szó, egy kicsit olyan, mintha Enya 20 évet fiatalodott volna, és szőkehajú angyali énekkel énekelni a számait. Több zenekar is föllép Magyarországról. A megnyitó estén, amin már túl vagyunk, föllépett az Iván and a Parazol, akik a német turnéjuknak a nyitó állomásaként az Akváriumban léptek föl. Fellép a Qualitons többek között, akiket ugye a Red Hot Chili Peppers is kiszemelt magának egy évvel ezelőtt. A Middle Mistred, a Blaha Louisiana. Ezeket a zenekarokat egyébként nem mi, a fesztivál szervezői választottuk ki, hanem a magyar szakma delegált 10 magyar zenekart, akik a legtöbb pontot kaptak a szakmai szavazatok alapján. Ezt a 10 zenekart küldtük ki aztán a nemzetközi partnereinknek, tehát lengyel, észt, horvát, szerb, szlovén, stb. Kollégáink döntötték el, hogy a 10 magyar zenekarból melyik az a 4, aki fölléphet a Budapest Showcase Fesztiválon. Yes. We'll be right back.